A Komáromi Jókai Színházban bemutatták Tasnádi István, Szirtes Edina, Habci Király című zenés mesejátékát Lőrinc Zsuzsa rendezésében. A Komáromi Színház legújabb meseelőadásában együtt van minden. Történet, dallam, gesztus, látvány. Hogy ebben minden megvan, amit imádok. A népmese, a Lázár Ervin-i humor is, és hát a Tasnádi István fantasztikusan írta ezt színpadra. Nagyon színpadi figurák, nagyon színpadi helyzetek vannak benne. Rengeteg gyönyörű zene van benne. A Szirtes Edina mókus fantasztikus zenét írt. És hát a színészek végig zenélnek, különböző hangszerekkel játszanak, fantasztikusan énekelnek, közben elképesztő koreográfiákat nyomnak, ráadásul három árnyáték van különböző technikákkal. Habci Király nagyon fél a betegségektől, ám a náthát nem kerülheti el. Vajon hogyan birkózik meg a retteget korsággal? Pár éve volt egy Covid járvány, amikor pont valami hasonló helyzet volt, amikor nagyon sokunkban volt egy ilyen az ismeretlentől, a betegségtől való félelem, nem tudtuk, hogy nagyon vigyáztunk egymásra, magunkra is. Ugye itt is egy náthárról van szó, ami ugye cseppfertőzéssel terjed, és hogy ez a király azt gondolja, hogy mindent elkövető ne legyen beteg, és amikor beteg lesz, akkor meg teljesen pánikba esik ettől. És nekem nagyon jól esik ez a fajta bizalom, amit a Komáromi Jókai Színházba kaptam, vagy kapok korábban is, ugye, már 2004 óta itt vagyok, akkor jöttem először ide a Barabás című darabba. Ez a 7. előadás itt a Komáromi Jókai Színházban, amiben játszom. A legkisebb nézők számára készült szellemes, könnyed mese árnyjátékait Varga Péter álmodta meg. A koreográfia Rovó Tamás munkáját dicséri. A színészeknek, ami nagy és feladat volt, az ugye az, hogy ők háromdimenziósból átmentek kétdimenziósba. Ez volt az egyik feladat, mikor ők, mint árnyfelület megjelentek a vásznon. Viszont azon kívül volt más feladatuk is, mert árny effekteket, árny elemeket is beleraknak, vagyis használnak, és úgymond animálnak. Én igyekeztem a karaktereket úgy megformálni a táncon belül, illetve van egy csomó esetben, amit inkább hívjunk mozgásnak, és van, ami teljes koreográfia, hogy ez legyen egy kicsit vicces, illetve mindenképpen az fontos, hogy szórakoztató legyen. Sikerült azt a vágyamat megvalósítani, hogy minden szereplőnek más legyen a karaktere. Tehát, hogy ne egyforma séma legyen, és ugyanolyan mozgással jöjjönek be akár, vagy menjenek ki, vagy egy adott számon belül táncoljanak, hanem mindenkinek van egy sajátos mozgásvilága, és szerintem én nagyon bízom benne, hogy élvezni fogják a gyerekek. A minden szempontból színes és vidám Habci Király című mese további szerepeiben Szabó Viktort, Bér Mártont, Szebellai Dánielt, Molnár Kszéniát, Hosztomszki Fannit, Holocsi Krisztinát, Olasz Istvánt és Bernárd Tamást láthatják a nézők.